A legutóbbi fordulóban Gyulán 1-1-es döntetlent játszott a Grosics Akadémia csapatával a Kisvárda, és mivel a Balmazújváros 1-0-ra legyőzte a Szolnokot, a két csapat helyet cserélt a tabellán. Két fordulóval a bajnokság zárása előtt, így a hajdúságiak állnak jobban egy ponttal. Mivel a két csapat az utolsó fordulóban egymással játszik, a várdaiaknak mindenképpen nyerniük kell vasárnap a Cegléd ellen ahhoz, hogy esélyük maradjon a feljutás kiharcolására. Nem lesz könnyű dolga Révész Attila együttesének, mivel a jelenleg kieső helyen álló Ceglédnek a bennmaradáshoz van égetően szüksége a pontokra. Ugyanúgy készültünk, mint az összes többi mérkőzésre. A saját játékunkra koncentrálunk, azt próbáljuk felépíteni. Nyilván közben a stáb azért foglalkozik az ellenfél játékosaival, illetve játékrendszerével is. Így van, mindenféleképpen nyernünk el ahhoz, hogy egy kiki mérkőzést játszunk a Balmazújváros ellen majd. A védő szerint vasárnap minden támogatásra szükségük van, így a szurkolók sokat segíthetnek a győzelem kiharcolásában. Egy elképesztően jó szurkolótáborunk van, akikre tényleg az ország másik oldalán is lehet számítani, hiszen eljöttek Moson-Magyaróvára is, de annó Kozár-Miselyen ellen Pécsre is. Ez egy hatalmas löket, szeretnénk nekik visszaadni az egész éves szurkolásukért valamit, úgyhogy remélem, hogy minél többen kijönnek a hazai mérkőzésünkre is, és támogatni fognak minket. A Kisvárda Masztergúd Cegléd mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig kedden 20 óra 25-től láthatják az összecsapást. A forduló további párosítása a következő: Kozár-Miselyen Soroksár, Szolnok Budaörs, Sopron Grosics Akadémia, Békés Csaba Dorog, Szeged Nyíregyháza Spartakusz, Cigánd Siófok, Csákvár Moson-Magyaróvár, Vác Zalaegerszeg és Puskás Akadémia Balmazújváros.